Filmvetítésekkel, kézműves foglalkozásokkal, táncházakkal és előadásokkal készülnek idén is a Fehérvári Határtalan Fesztiválra október utolsó hetén. A programot idén már második alkalommal tarthatják a Malom utcában, és igyekeztek a gyermekek és felnőttek számára is izgalmas programokkal készülni. A második Fehérvári Határtalanul Fesztivál az a tavalyi nagyon jól sikerült Székesfehérvár-Székely Fesztiválnak az utódja. Nem összekeverendő ez a minden év tavaszán megrendezendő Székely Bálol, mert ez egy nagy exkluzív rendezvény, ez pedig a népzenétől, a sporton át, a kultúrán keresztül egész héten át széles program kínálattal várja a fehérváriakat, a Fehérvár megyeieket. A fesztivál célja, hogy a határon túlélő magyarokat közelebb hozza a székesfehérváriakhoz. Amit nagyon fontosnak tartjuk, és az egész héten különböző programok lesznek, és ezen a napon belül is, hogy nem csak a kultúrát, az étkezést és a kultúrát akarjuk megmutatni, hanem azt is, hogy a határon túl például sportolók, vagy milyen egyéb fontos emberek származnak az elszakított országi részekről, és próbáljuk ezzel is összekapcsolni az itteni magyarságot az ottanival. Juhász László hozzátette, elsősorban azokat várják a rendezvényre, akik felelősséget éreznek az elszakított országrészen élő honfitársaik iránt. A fesztivállal kapcsolatos részletes információt a második Fehérvári Határtalan Fesztivál Facebook eseményében találják az érdeklődők.